A műsor támogatója Magyarország első új autó webáruháza az onlineautó.hu. Támogatónk az Avis autókölcsönző. Autót bérelni is lehet, nem csak vásárolni. A műsor támogatója a Karcálló Raptor festék forgalmazója. Támogatónk a Hybrid Suzuki otthona. Suzuki Barta, a garancia. A műsor támogatója a Lumár autó és épületfóliák. Új Ssangyong Korando. A műsor támogatója a Fabian autó. Hölgyeim és uraim, ha minket vártak, hát itt vagyunk. Kezdődik a rendhagyó autós műsor. A Sportverda stúdióban már várja önöket a műsorvezető, Tordai István. Üdvözletünk mind a hármuknak. A stúdióban Sütő Enikő és Barta Anita. Jó újság. Hát, most már közeledik a tavasz. Duzzad a rügy. Aha. Hát, tehát egy hónap. Jó, itt vagy vagyunk. Igen. Szokták mondani, hogy az elektromos autók külseje unalmas. Uh-huh. Ez igaz? Igen. Igen. Miért? Hát ezt nem tudjuk. Ezt meg kéne kérdezni egy autódizájnert. Nem lehet fantáziadúsabbra megalkotni? Hát sokkal jobban bele lehetne szeretni egy mondjuk színeiben feltűnőbb, bohémabb, szerethetőbb autóba. Igen. Hogyan nézzen ki egy izgalmas elektromos autó formája? Hogy merészebb vonások kellene. Igen, tehát ugye a dizájn maga az lehetne bátrabb, de hogyha nem lehet valamilyen, nem tudom, hogy ez a koncepció, hogy mondjuk ez decens legyen, akkor meg én megnyomnám jó neon színekkel. Zölde, hogy green car. Igen, miért ne? Oké. Okay. Elég izgalmas lenne az utcakép, de oké. Okay. De miért? Mi a baj azzal? Semmi. Legalább jól látható, és hogyha jó színek, akkor szerintem poén. Kicsit Disneylandbe érezni magát az ember egy idő után, de akkor legalább látja az ember, hogy ő környezettudatos, ő meg még nem. Hát akkor nagyon elrúgnének az autók egymástól, mert most úgy belesimulnak az elektromos autók, szerintem a többi autó közé. Akkor meg úgy kiemelkednének, de egyfajta honorárium is lenne a figyelem honoráriuma. Vetköztes le szavakkal, mondja Hófehérke a hercegnek. Pók van a bugyitban. Hófehérke sietősre vette, Kia EV6, bámulatos gépezet, akárhonnan is nézzük. A dél-koreai Kia első elektromosnak készült elektromos autója. Vagyis volt már elektromos Kia, de azokat szerelték benzin vagy dízelmotorral is, és volt, van hibrid is. Az EV6-ot viszont kizárólag elektromotor hajtja, vagy egy, vagy kettő. Az EV6 padlójában lehet 58 vagy 77 kWh akkumulátor. Létezik egy motoros, hátsó kerékhajtású változat 170 vagy 228 lóerővel. Ez az egy motoros, 228 lovas, nagyobb akkumulátoros verzió. Van két motoros összkerékhajtású kivitel 325 lóval, és érkezik a dual motoros legerősebb verzió 585 lóerővel. A leggyorsabb EV6-os 3,5 másodperc alatt ér 0-ról 100-ra, csak úgy, mint a Ferrari 458 Italia, ami egy szupersportautó. Ez pedig nem az. A Kia EV6 egy családi autó, valahol az SUV-k és a szedánok közötti formavilággal. Közel 4,70 m hosszú, 188 cm széles és 155 magas. Vagyis bátran kijelenthetjük, hogy az EV6 nagy autó. Hogy szép vagy nem, szubjektív. Mindenki döntse el. Nekem tetszik. Nagyon. Egyébként egyedi, bár felfedezhető benne némi Jaguar, nem is kevés, a hátuljában pedig az Aston Martin DBX. Szoros rokonságban áll a Hyundai Ioniq 5-tel vagy Ioniq 5-val, ami azért nem meglepő, mert a két márka egy vezetés alatt áll. Futurisztikus formák, kitűnő anyaghasználat és összeszerelési minőség, prémium. Ilyen egy villanyautó, ami egyáltalán nem unalmas. A vezetése sem unalmas meg minimalista. Bár vannak szintetikus hangok, de ahogy kanyarodik meg gyorsul, vezetési élmény van, és alkalmasint síri csönd. 7,5 másodperc alatt ér 0-ról 100-ra, de gyorsabbnak érezzük.
gyorsan eltűnik az a bizonyos 2 tonna. Ha fel van töltve az aksi, akkor olyan 500 kilométert a VLTP szabvány szerint biztosan el tud menni. Hát ha a VLTP írja, akkor biztosan tudja az 500-at. Megfelelő töltővel 18 perc alatt 80%-ra tölthető. Az már nem sokkal több, mint egy tankolás. Az LV6 nem csak felvenni, de le is képes adni az áramot. Ha szükséges, akkor akár egy másik villanyautót is tölthetünk vele. Az alapverzió 16,2 milliótól indul, amiben most ülünk 17,5-től. Konkurencia számára például a Mustang Mach-E vagy az Audi Q4 e-tron. Egy hónapja elektromos autón járok, és ennél jobb autó nincs a városban. Ez komolyan mondom. Az elektromosnál? Az elektromosnál. Tele van a város szállító járművel, én biztos kötelezővé tettem volna, hogy elektromos legyen. A szállító? A szállító. De még a robogó is. Olyan mennyiségű szállító szakadt a nyakunkra szerintem az elmúlt egy évben, mint még soha. Közlekedési, politikai kampányszöveget hallottunk. Nem is értem, hogy eddig miért nem jártunk elektromos autón. De nem volt. Igen. De miért nem? De hát erős volt az olajlobbi. Biztos. Ami visszatartott az elektromos autótól évekig, hogyha valami elektromos volt, akkor az randa volt. De ez most már megszűnt, tehát most már ez kimondottan szép autó, és ez ráadásul csak elektromos, nem? Vagy ez csak elektromos. Ez kimondottan szép ez az autó. Értetlen. Az, hogy most a családot mivel fogom szállítani, hát valószínűleg még a busszal egy ideig. De hogy városban... Hát akinek 10 gyereke van, és 2-ről tud. De hogy városban nincs ennél jobb, az biztos. Erről jut eszembe. Két férfi beszélget, és megkérdezi az egyik. És te milyen a feleséged az ágyban? Hát nézd, van akinek bejön, van akinek nem. Oh. Nagyon jó ez az autó, és nagyon tetszik a belseje. Mit is mondhatnék? Gondoljunk csak a Samsung telefonok minőségére. Dél-Korea most éppen a teljes autóipart előzi kanyarban. Amerika, Európa, ébresztő. Jönnek a kresszmenők. Jönnek, mennek a kresszmenők. És mindig visszatérnek. A sebességmérő. Mi van vele? Sokat mutat! Mert sietünk, ott kell lennünk időben. Tudtad, hogy a gyorshajtás a közutak legfőbb gyilkosa? Ja. Ha mondjuk 20%-kal túlléped a megengedett sebességhatárt, akkor 40%-kal nagyobb az esély arra, hogy súlyos balesetet szenvedjünk, és legalább 5-szörösére nő a halálozási kockázat. Ha jobban belegondolok majd, akkor majd várnak egy kicsit. Hát úgyis mi vagyunk a főszereplők. Készült az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság megbízásából. Hogy mindenki hazaérjen! A haszongépjárműveket, mint például amilyen egy kis busz, milyen motor hajtja? Nagy. Nagy. Ez egy milyen motor? És büdös. Büdös motor. Tehát a nagy büdös motor hajtja őket. Nagy büdös. Büdös. Igen, de általában azt érzékelem, ha elmegyek egy ilyen autó mellett. Buszok is ilyenek, meg a teherautók. Én is, nagy és büdös. De nem, most tényleg nem. Nem azt érzitek, hogy valahogy úgy érzem, hogy olyan túl exponált bennük az üzemanyag. Tehát biztos, mindenféleképpen... Vissza kéne venni. Mit? Hát a szagból is, a hangból is, meg gondolom az üzemanyag mennyiségből is. Vagy nem? De. Felvételi van az zárt osztályon, neve Liszt Ferenc. Ó, nagyszerű, már nagyon sok zeneszerző van az osztályunkon, de én nem zeneszerző vagyok, hanem repülőtér. Egy hétre az elektromos Fiat Ducato lett a stábautónk. Én találtam ki ezt a megoldást, de nem volt a legjobb döntés, mert a cuccoknak túl sok hely van, nekünk pedig, ahogy mondani szokták, sok jó ember kis helyen is.
Áruszállításra városban tökéletes, csak hogy nekünk pont nem ez a mesterségünk. A Fiat Ducato 1981-ben jelent meg, és az idő múlásával meglehetősen sikeres haszonjármű lett belőle. Például Európában a lakóautók kétharmada Ducatóból készül. Korábban benzin vagy jobbára dízelmotornak köszönhette a sofőr, hogy arrébb tudott menni a Ducatóval, ebben pedig már elektromotor van. Megjegyzem, volt már elektromos Ducato, mégpedig 1992-ben a Ducato Electra. 2020-ban a Ducato volt Európa legkedveltebb kisáruszállítója, és mivel ezt a pozíciót szeretnék tartani, ezért nem bízták a véletlenre az elektromos Ducato debütálását. 5 éven keresztül teszteltek 4000 darab Ducatót 50 millió kilométeren át valós munkakörülmények között. Ducatót egyébként kimondottan rövid utakra, városi szállítmányozásra tervezték, és erről árulkodnak a hatótáv adatok is. A kisebb 47 kWh akkúval szerelt dobozos 170, a nagyobb 79 kWh akkúval megáldott pedig olyan 280 km képes megtenni. A hatótávok városi használat mellett a visszatöltés végett megnőnek olyan 230 és 350 km-re. Fél óra alatt lehet 100 km-nyi hatótávra feltölteni. Rendezvú idős korban, finom az illatod, mi van rajtad? Izomlazító. Elárulom, mi az a felirat, ami miatt Richard nem tud meginni egy sört. Alkoholmentes. Így. Az Educato nagyon jól teszi a dolgát, olyan, mint egy modern, strapabíró munkaeszköz. És ez azért van, mert ez az. Az elektromotor teljesítménye 122 ló meg 280 Nm nyomaték, csak úgy, mint a dízelmotornak. A 3,5 tonnás verziók terhelhetősége 690 és 1160 kg között mozog. A 4250 kilós változatok 1735 és 1910 kiló között is úgy képesek arrébb vinni. Ahhoz képest nem ilyen nagy, egészen fickós is tud lenni, az 50 km per órát 5 másodperc alatt eléri. A rakománya kiviteltől függően 10-től 17 köbméter lehet. A legolcsóbb elektromos Ducato nettó 20 milliótól indul, a legdrágább pedig nettó 27-től. A dízel Ducato lényegesen olcsóbb, viszont az elektromos változat fenntartási költségei sokkal alacsonyabbak, és az értéktartása is jobb. Meg is érkeztünk a helyszínre. Rendben van ez a busz, és szerintem az elektromobilitás lényegi eleme pont ez. Hogyha ilyen áruszállítókkal dolgoznának, akkor a városokban a levegő minősége szerintem jelentősen javulna. Ne menjenek sehová, mert rögtön következik a második rész. Csak ki kell várni. Önök a Nagy Visszatérés című jelenetünket látják. A stúdióban Sütő Enikő és Bart Anita, én Tordai István vagyok. Mit tudunk tenni az ellen, hogy ellopják az autónkat? Hát van ez a beszerelhető dolog, amit csak a tulajdonos tudja, hogy hova kell csippantani, és... GPS, mondjuk? Azt úgy hívják? Nem. Szerintem másra gondolhat. Valami olyan riasztó berendezés, amit csak hozzáérinti a kulcsát. Mint egy ilyen immobilizer-szerű? Igen, ilyen immobilizer-szerű. Azt én jónak tartom. Akkor régen voltak ezek a nagy kampók a kormányon. Igen. Kormányzár, vagy hogy ilyesmi. Akkor vagy kampókészt beültetni a kampókészre. Igen. Mondjuk az kampó. Igen. Akkor egy nagy kutya a hátsó ülésen. Itt a megoldás, tehát mindenki vegyen egy nagy kutyát. Nagyot, igen. És lehetőleg büdösebb. Azt nem tudom, de
ne jól reagáljon az autó tolvajokra. Tehát a megoldás egy haragos az, kutya. Egy haragos nagy kutya. Egy, igen, egy haragos, egy bölcs haragos kutya, aki tud szelektálni, ugye, mert nem baj, hogyha a gazdáját befogja. Többféle gépjárművédelem létezik, melyek különböző hatékonysággal működnek. De van egy magyar találmány, magyar gépjárművédelem, mely más, mint a többi, és finoman szólva is meglehetősen hatékony. Hány darab pajzsvédelemmel ellátott autó van? 75 ezernél több. Ezek közül mennyit loptak el? 0 darabot. Tehát hatékony. Mi az a pajzs technológiájú gépjárművédelem? Azt találtam ki, hogy nem a védelmi rendszerrel védem az autót, hanem az autóval védem a védelmi rendszert, hogy azt ne lehessen hatást nyitani. Tehát mindent beépítünk a gépjárműnek a motorterébe. A motortérben aktiváljuk azokat az indításgátló funkciópontokat, amiket csak a motortérbe történő bejutás után lehetne inaktiválni. Ezek után elektromagnetikusan egy speciális eszközzel, amit levédettünk, lezárjuk a motorteret, és azokat a gyári adottságokból fakadó hiányosságokat, amelyek szinte minden gépjármű rendelkezik, ezeket mi plusz mechanikai védelem megküszöböljük ki. Ezek után, ha be van élesítve a védelmi rendszer, hiába tudja a tolvaj, hogy hol van megszakítva az indításgátló funkciópont, hiába tudja, hogy hova van beépítve bármi a védelmi rendszert, illetve a motortérben, nem tud hozzáférni, nem tudja hatást nyitani, a végeredmény, hogy nem lehet ellopni a gépjárművet. Biztos, hogy nem tud hozzáférni? Csak olyan fizikai erőszak útján tudna hozzáférni, amikor már nem éri meg roncsolni a gépjárművet, hisz a lopott autó a fekete piacon a gépjármű piaci értékének 10%-áért cserél gazdát. De ha a tolvaj roncsolja a gépjárműnek mondjuk az elejét, akkor olyan mértékű roncsolást fog végezni és pusztítást a gépjárműn, ahol már az orgazda nem biztos, hogy át fogja menni tőle. A pajzs technológiát te találtad ki? Igen. Mikor? 2001-ben el akarták lopni a gépjárművet, 3 egymástól független védelmi rendszer volt benne, plusz a gyárvédelem. El tudták indítani az autót, de megzavartam a tolvajokat, ezért nem tudták ellopni az autót, de el tudták indítani. És akkor kezdtem el azon gondolkodni, hogy ennek mi az oka. És akkor jöttem rá, hogy az az oka, hogy a védelmi rendszer hiába van több egy autóban, hogyha bármi hozzáférhető, az hatásnyújthatóvá válik, és a hatásnyújtó, akkor a gépjármű ellopható. Tudsz még kereke világon olyan rendszerről, amelynek a lopási statisztikája nulla? Tudomásom szerint csak a PAS technológiai gépjárművédelem az, amelyből egyetlen egy darabot sem tudtak ellopni, pedig a nap minden pillanatában, minden naptári napot tekintve ott van több mint 75 ezer gépjármű, préda lehet bármelyik tolvaj számára, és minden egyes ilyen lopási cselekmény a kísérleti stádiumban megrekedt. És én meg vagyok győződve róla, hogy ez ezután is így lesz. Vannak olcsóbb és vannak nagyon drága autók. Melyikek jellemzőbbek inkább nálatok? Minden árkategóriájú autó megtalálható, a legolcsóbb 100.000 forintos Lada 1200-astól az Aston Martinig bezárólag. Tehát minden autó veszélyben van. Igen. Az autó érték. Ne hagyjuk, hogy ellopják. És most következzenek a kresszmenők. Hosszú út lesz. Az. Játszunk? Nem. Rendben, én kérdezek, te válaszolsz. Mit jelent a 2 másodperces szabály? Ne fáradj, elmondom. 2 jármű között akkora követési távolságot kell tartani, amennyi távolságot 2 másodperc alatt megteszünk az autóval. Vagyis 130 km/h sebességnél 70 métert, 100-nál legalább 50-et. Érted? Igen, tessék! Készült az ORFK Országos Baleset Megelőzési Bizottság megbízásából. Hogy mindenki hazaérjen! Rendőrségi közlendő és elemzés következik. Szót kér a rendőrség. A rendőrség kér szót. Igen, ők.
a következő eposzban. Eposzban. Pofátlan tanítás. A rovat támogatója a Car Guarantee. Garancia új és használt autóra egyaránt. Egy záróvonallal nyitunk. Egy záróvonallal nyitunk. Lesz ott még forgalomban lezárt terület is. Ja, még egy delik van. Már láttam a fejlődését. Igen, mert úgy gondolta, hogy ha ő már... Egyszerre négyen vannak. Látjátok egymás mellett. Igen. Valaki felkonferálná, jöttem? Én? Oké. Olyan jó vagy benne. Te vagy itt. Annyira nem magas a gázsi, hogy helyette dolgozunk. Nincs is gázsi. Hát ez az. Magyarország legszebb rendőre, Fokoli Panna főhadnagy, Berzai Zsolt alezredes úr, Kovács Attila a tanpálya képviseletében. Üdv. Hello. Ki Attila? Pofátlan tanítás videós rovatunk következik, mégpedig civil pofátlan tanítás. Itt jön a válasz arra, hogy hogyan kerülnek szembe a forgalommal. Ó. Oh. Na, hát ennyi. Ilyen egyszerű. Tehát valaki nem tudná, ezt így kell. Nagyon szembe akar menni mindennel, lázadó vérével. Itt nem az történt, hogy rossz irányba hajtott fel az autópályán. Ő azt gondolta, hogy arra rövidebb. Pont. Ó. Ugye nem volt meg a megfelelő sebességkülönbség, ugye nem volt meg az előtte lévő szabad terület, hogy ezt be is fejezze. Igen, mert azt be kell látni, hogy te úgy kell megkezdeni, hogy látja, hogy hova fog visszatérni körülbelül. Ugye arról is meg kell győződni, hogy másik autó esetleg nem kezdte meg azt az autó előzését, az talán itt ez rendben volt. Mit tegyünk egy ilyen esetben, meg a megfegyelmezzük szót most nagyon jól érsz, megint elé állunk és elmondjuk neki, hogy figyelj, majd ebből nagy baj lehet. Mit tegyünk? Mit tehet a másik autós partnerségben? Megmutatjuk ezeket az eseteket, hogy bizony az autópályán sajnos előfordul olyan, hogy valaki a forgalommal szemben közlekedik. És ne álljunk ott, illetve markoljuk a kormányt és csodálkozzunk, hogy jé, egy autó szembe, hogy tudjuk, hogy mit tudunk tenni. Lassítunk, lehúzódunk, villogunk neki, valahogy jelezzük, hogy ez valami nem stimmel. Ennél többet mit tudsz tenni? Egy biztos az, hogyha leblokkolunk, és azt mondjuk, hogy hát ilyen nincs biztos autópályán, nem jöhet szembe, de jöhet. Defenzív vezetés. Készüljünk fel. Igen, sajnos vannak olyanok, akik nem tudják a jelzéseket értelmezni. Várd a legrosszabbat, de reméld a legjobbat. Köszönjük. Ugye megint egy nagy értékű gépkocsi, városi terepjáró. Szoktam mondani, hogy a nagy értékű autók véleményem szerint bátrabban sértenek szabályt. Most megdőlt ez a törvényszerűség. 10-ből 2-szer, igen. Egyébként megfigyeltem, a kis autók vezetői lehet, hogy még agresszívabbak. Vagy merészebbek. Merészebbek. Tehát lehet, hogy van benne egy ilyen kisebbségérző, nem? Hogy őket ne nyomják el. Még neon zöld vagy sárga színű táblával meg is van erősítve, hogyha még aki gyengén látó, az is észrevegye, hogy ez egy gyalog átkelő hely. Erre fékez előtte lévő, ő fogja. Meg nem véletlenül fékez, tehát így adott a szituáció. Abban a pillanatban, hogy a kormány megmozdítja a szabálytalankodó, ő is látja, hogy ott jönnek a gyalogosok. Ez nem érdekli. Nézd meg az autó mozdulatában, akkor ő tökéletesen látja, hogy ott vannak a gyalogosok. Itt a gyalogos tehet a legtöbbet. Úgy látom, nem rémlik. Mert reszignáltan vették tudomásul. Ugye? Tehát, hogy igen, egyébként az a furcsa, hogy hozzá vannak szokva az emberek, hogy ilyen szituációkkal találkoznak. Ami borzasztó. Hát igen. És ez egy... Nem mondanám, hogy kitűnő végszó, de nem. Borzasztó. De. Jó. De, tehát nem a közlekedési kultúrának a részét képezni. Akkor sokkal jobb lenne. Ja, mondjuk tragikus. Szóljatok, hogyha mondjak egy végszót, és akkor megteszem. Nem mondhatod, István. Na, hogy tessék. És mit mondjak? Okosat. Valami pozitívat. Nevelő szándékú.
határozott legyen, csattanós, vagy hosszabb, kifejtősebb? Nem, hosszú, nem. Rövid tömör. Jövünk legközelebb. A rovat támogatója a Car Guarantee. Garancia új és használt autóra egyaránt. A földkerekség egyik legismertebb autója, és úgy néz ki, mint egy rája. Rája lehet ülni? Szóval akkor valami teherautóféle lesz. Mert nem bele, hanem rája. Jó. Szerintem ne fokozzunk. Nem, jó. Benn van a felkonfi. Oké. Igen. Benn van a felkonfi, viszont ha rája, akkor biztos valamilyen goromba sportautó lesz az. De a rája az egy gyönyörű hal. Hát és... De harapós. Hát harapós. Hát szúrós is. Szúrós inkább. Tehát haraptatni lehet vele. Igen. És ez egy sportautó? Ugye... Hát biztos sportautó. Rája. Ilyen kerek feje van elől? Igen, fölülről olyan. A Porsche? Egy hadihajóról nevezték el. Aurora? Köszönjük szépen. Cirkáló? Az. Na tényleg? Igen. Nagyon jó. Aurora. Ja, Aurora tényleg? Igen, az Aurora cirkáló. Neki ment egy rájának, és akkor abból lett a... Nagyon jó, nekem tetszik. És mi Corvette? Stingray. Na, ugye? Uh-huh. Hölgyeim és uraim, a földkerekség legrégebben gyártásban lévő sportautója, annak is a harmadik kiadása, ami egyben hát a világ talán legjellegzetesebb formájú sportkocsia, Corvette C3. Stingray, vagy a rája. Szemben a korabeli Mustangokkal, vagy Challengerekkel a Corvette nem izomautó, hanem sportkocsi. Mégpedig azért, mert ez egy kétüléses roadster. Szinte a hátsó kerekeken ülsz. Sokkal feszesebb az autó, sokkal sportosabb. Volt szerencsém néhány új Corvette-hez, meg van a hasonlóság. Nyers, direkt, de pont ettől jó. És szűk. Szűk. Egy auránk van. Ezzel 1953 óta gyártják a Corvette-et, és kezdetben Opel sportautónak nevezték el, majd a Chevrolet gyári fotósa átkeresztelte Corvette-re a hadihajóról. A Corvette hadihajót nagyszerűen lehetett irányítani, csak úgy, mint ezt a Corvette-et is. A korabeli Corvette-ekben 5700 köbcentis volt az alapmotor, de ebben nem az van, hanem a legnagyobb. Igen, ebben egy 454 köbhüvelykes motor van, ami 7400 köbcentis, és ez az autó 365 lóerőt teljesít. Mennyi a fogyasztása nagyjából? Nagyjából 20 liter körül fogyaszthat. Kétüléses, könnyű, erős motorral, ez akkor gazdaságosnak számított. Állóhelyzetből 100-ra olyan 5 másodperc környékén? 5,3 másodpercet adott meg a GM. Végsebesség? Elvileg 250-nel is repeszkedsz az autóval, ha van hozzá bátorságod. Igen. De ennél azért el is hiszem. Kis Ádám és Bencsik Balázs, a magyar Crazy Cutters műhely vitézei, egyben a Trezor tulajdonosai. Hány autó van most bent? Most több mint 60 autó. Egy új C8-as Corvette Amerikában olyan 20 millió. Magyarországon láttam, hirdették, 58 millióért is, meg 70 millió fölött is. Tehát elég drága autó. A régi, a C3-as? Az mondjuk ennyire nem volt drága. Ez valószínűleg egy új Corvette árával fog betekedni, mire elkészül értékben. 70 millió? Nem, a 25. Ja. Az új Corvette alsó érték határa. Ez jelen állapotában egy nagyon jó restaurálási alap, és sok kicsit hozzáteszünk, és tökéletes lesz. Igen,
Mondjuk én nem szedném szét magam részéről, de... Igen? Hát igen. De az autó tulajdonosa, az unokatestvérem azt határozta el magában, hogy ebből egy tökéletes autót szeretne létrehozni, megcsinálni, és ehhez egyébként tényleg egy kiváló alap, mert alapjában az autó most is nagyon jól megy, nagyon jól mutat. Tényleg szép állapotban megmaradt. Csak apró nüanszok hiányoznak ahhoz, hogy tökéletes legyen. Szép állapotban megmaradt, mert tényleg eredeti állapotú az autó. De ezt már hallottuk. Négyszer. De nem tudom elégszer hangsúlyozni. De még egyszer. Jó, jó, nagyon fontos, hogy ez tényleg egy eredeti állapotú autó, ami ritka. Két gyerek beszélgette, mi szeretnél lenni, hogyha nagy leszel? Á, minden nap más. Tegnap előtt katona, tegnap juhász, masinista. Jaj. Formája egyébként azért olyan, mint a Rájáé, mert a GM tervezője, aki megalkotta ezt a formát, imádott horgászni. Állítólag. Meglepően kellemes a futóműve, azt kell, hogy mondjam. Igen. Nagyon finoman működik, nem olyan elvetemült, mint ránézésre gondolná az ember. Simán tud hétköznapi autó lenni. Igen. De nagyszerű műszer, nagyszerű. És jó a hangja. Ez 22 liter benzin volt. Jól lett gondoltad. Igen, arra gondoltam, hogy most valahogy másképp kéne csinálni, hogy ha megtisztelnek akkor... minket figyelmükkel, akkor mindjárt visszajövünk a harmadik résszel. Profi. Üdvözlünk mindenkit ismét a stúdióban, Sütő Enikő és Barta Anita. Én Tordai István vagyok. Az egyház az azonos hitelveket követők összességenek a vallásuk gyakorlására létrehozott társadalmi szervezet. Ugye? Nem? Jó, jövő héten. Társadalmi, hivatalosan. Ideológiai inkább. Jövő héten államvizsgálok ebből, de mondd el még egyszer. Megjegyez. Ideológiai. Pont nem olvastam, amikor jöttem. Közösség szerintem vallás az ideológiai alapon szerveződik. Ha mi szervezünk egy egyházat, beléptek? Hát attól függ. Azért mondom, hogy attól függ, milyen ideológiára. Én szívesen belépnék egy közösségbe. Az új ferences rend lesz. Hasonló ideológiát követőket szívesen toboroznék magam körül. Sőt, tovább megyek, toboroztam is már. Tehát akik környezettudatosak, akik keresők, akik problémamegoldók, akik nem bírálók. Nekem például vannak ilyen principiumok, amik tetszenek, és hogyha abban egyetértünk, akkor szerintem tudunk kitalálni ügyeket. De most ezt miért kérdezted? Alapítunk egy egyházat, az új ferences rendet. Ez honnan jutott eszedbe ez? És mi a lényeg? Adott volt. De miért? A kolostor van valami a közelben? Nincs kolostor a közelben. Akkor miért? Szentélyünk az lesz. De ebbe avas be, légy szíves. Hát nézzük meg. Ő Dózsa Ferenc, aki már nem reménykedik bikini fitness modell karrierben. Az idő múlásával szent bölcsesség szállt a homlokára, de ne szaladjunk ennyire előre. Ünnepnapra ébredtünk. Megnyitja kapuit a DF Tuning új műhelye,
Dunakeszin. Érkeznek a DF Touring alkotásai, ugyanis a baráti kör nyitóbuliban ünnepel, a földkerekség több pontján pedig szimfonikus nagy koncertekkel és nagyszabású tűzijátékokkal üdvözlik e nemes alkalmat. Ferenc megalapította új műhelyét, és mint a teremtől, megpihent. Úgy, ahogyan csak ő tud. A hanyattes és penge élén egyik lába hanyagul a kis puffon. Ez a testhelyzet már évek óta változatlan. A mű elkészült. Az ügyfelek nem csak egyszerűen szervízbe jönnek, ez a rituálé sokkal magasabb síkon lebeg. Ferenc színe elé járulnak audienciára, feloldozást várva. Oldozz fel, atyám, vétkeztem. Mihály, ez már nem az első volt. Mit tettél, mondd? Túlpörgettem a motor. Ennek nem örülök. Tomi szerelővel nézed meg, minden rendben van fölmatolva. Drága atyám, vétkeztem. Oldozz fel. Mit tettél, Béla fiam? Elfelejtettem az olajt lecserélni. Ennek nem örülök. Ákos testvér, nézze meg az autót, ha minden rendben van vele, utána megkapod a fölmondást. A ferencista nyáj megdönthetetlen hite járja át a szentély minden zegzugát. Úgy hírlik, hogy az apostoli anyaszent műhelyben alapítás előtt áll az új ferences rend. Fejezzük be ezt a hülyeséget, mielőtt szentély avatnak a haverjaid. Már megtörtént. Jó. Átköltöztetek, megújultatok, hogyan tovább? Hát, nézd, szépen lassan haladunk, elkezdtük az... Igen, lányom, mibe segítettek. Tehát? Átköltöztünk egy nagyobb műhelybe, szépen lassan csinálgatjuk, javítgatjuk, próbáljuk úgy megcsinálni, hogy teljesen be tudjuk lakni. Én azt gondolom, hogy most elég jól haladunk, nem egy kis dolog ez, mert rengeteg dolgunk van, nagy a műhely, nagyon sok idő, és azért mellette valamennyire dolgoznunk kell. Ez lett Magyarország legnagyobb Mustang műhelye? Én úgy gondolom, hogy Magyarország egyik legnagyobb Mustang műhelye. Alex megnézi. Reménykedsz még bikini fitness modell karrierben? Nem, nekem már ezen a világon más küldetésem van. Vallás jóra tanít, és mi senkit sem akartunk megbántani, az egész csak a képzeletünk szüleménye. Természetesen nem alapítottuk meg az új ferences rendet, és nem avattuk Szenté Ferencet. Már megtörtént! Nem. Mostanában elég sok imás filmmel találnak meg bennünket, amely megtisztelő, és jött egy újabb felkérés. Aston Martin. Az volt korábban. James egy újabb sztori. Most James Bond. Egy másik filmet. Igen, ez a vonal, ez erősen erős. Rajtam ragadt. Aha, tehát akkor elegánssal folytatod. Igen, igen. Uh-huh. Háttértáncos leszek öltönyben. Rolls Royce. Magic Mike. Hát nincs akkora. Igen, izmom. Na, van egy új autó? Nem. Megnézzük, és kiderül. Több világmárkának készíthetünk már filmeket, melyeket általában az adott márkák nemzetközi központjaiban engedélyeztek. Vagyis kicsi, de annál elszántabb stábunk produktumai több esetben is nemzetközi szintére kerültek, melyre büszkék vagyunk. A stáb készen áll, újabb világmárka, újabb filmek, újabb megtiszteltetés. Autós üldözéssel kezdünk, a Challengerrel menekülünk, két új Mustang és egy Durango üldöz bennünket. Ezt a jelenetet nagyjából két órán keresztül vesszük fel, amiből olyan két másodpercet fogunk használni a filmben. Dunaharasztin vagyunk a Trezorban, Kis Ádám és Bencsik Balázs a Trezor alapítói. Ők biztosították számunkra a helyszínt és az autókat. Milyen autókat? Is.
Is. Mit is. És a sofőröket. Ja, igen. Mert hogy vezettünk. Igen. De az autók közül biztosítottunk egy Dodge Durangót, kettő Mustangot és egy Challengert. 72-ből. A Durangóban egy 5-7-es Hemi motor van, egyébként gyári állapotú és nagyon feketén és marconán mutatott a felvételeken. A Mustang két majdnem egyforma GT Mustang 5 literes motorral, az egyik egy kabrió, a másik egy kupé kivitel. A főautó egy Dodge Challenger 72-ből, 440 köbincses motorral, ami 7200 köbcenti. Ez az egyik fő munkátok? Igen, azt hiszem az egyik legjobban sikerült építésünk az összes közül, mert annak ellenére, hogy az egekig tuningoltuk, nagyon kezesen lehet vele közlekedni a hétköznapokban is. Korábban nem ilyen színű volt. Korábban narancssárga és fekete színkombóban pompázott. Egy idő után úgy gondoltuk, hogy a fekete állna jól neki. Egy kicsit komolyabbra vettük a figurát. Mondtad, hogy nagyon keményen meg van tuningolva. Olyan 530-540 lóerő körül tud. Brutális menet tulajdonságokkal, tehát az ember szinte fél benne nyomni a gázt. Tényleg olyan nyomod és nem fogy el? Még valami sztori? A Challengerről? Igen. De rengeteg sztorink volt vele egyébként, engem személy szerint nagyon kellemes élmények fűznek ehhez az autóhoz. Na, senkit nem érdekel. Jó. Sokan irigyek ránk, mondják, az életünk csillogás. Hideg van, nagyon. Már kockára fagytunk, és a belső felvételeknél sem lesz fűtés, és nagyon messze még a vége. A 15 órás forgatás alatt mindösszesen 3 darab 10 másodperces film készül, ugyanis minden egyes képhez hosszas előkészület kell. Action! A moziskép világ megteremtése felettébb időigényes. A filmezéshez megszállottság kell. De ne röhögjél már ott hátul, hát halljuk! Jó kedvűen megy a forgatás. A nő szerepében Bauer Viktória eddig jól hozza. Mi járatban felénk? Ja, a nő szerepében van. Én vagyok a nő, igen. Reggel óta itt vagyunk, korán jöttünk, kint forgattunk, autóztunk a hidegben, de a csapat az nagyon jó, és egy élmény együtt dolgozni ezzel a stábbal. Ez kárpótol minket minden munkáért, amit beleteszünk, még sokáig itt leszünk. Egy hangos Kacaj Balázs. Suha Dóra a stylist, a korábbi Aston Martin filmünkben is ő segített a ruhák kiválasztásában, és most is itt van, mégpedig azért, mert... Azért vagyok itt, hogy egy fantasztikus szettet állítsunk össze neked, és állítottunk össze neked, ugyanis... Ezt most még egyszer, bocsánat, nem készültem erre a jó kérdésedre. Azért vagyok itt most is, hogy szuper szetteket rakjak össze nektek, neked és Vikinek is, ugye? Amiért választottam most neked ezt a ruhát, az egyrészt a filmnek a hangulata és a stílusa volt, amit figyelembe vettem, illetve ugye úgy tudom, hogy bezsebelted a magyar James Bond címet, ezért próbáltam kicsit az angol eleganciát is belevinni most a stílusba, ezért van rajtad egy nagyon jó kis barna bőrkabát, illetve hogy stílusosak maradjunk, a kesztyűt is megkaptad, hiszen James Bond is mindig stílusos volt. Viktóriának azért választottam ezt az egyszerűbb, de mégis dögösebb fekete ruhát, hiszen ugye a James Bond lány is egy egyszerűbb, de mégis tükrözi azt az eleganciát és nőiességet, amit egy kis fekete ruha is tud, illetve kapott még ékszereket is, a kevesebb néha több, ezért egy ilyen nagyon szép kis ezüst karkötőt és nyakláncot választottam neki. Ultramenő vagy. De ez a film nem James Bond hangulatú. Viszont jók a ruhák. Tényleg jók. Ezt most végig fogod venni, hogy így kicikizelsz. Hát... De én vagyok a stylist, leszólod a ruhák. Hát de jól néznek ki a ruhák. Viccelek. Akkor jó, akkor állunk. Egész nap forgattunk, szétfagytunk és még nem végeztünk. De a végeredmény elfeledtett majd minden rosszat. Ismét alkottunk valami maradandót. Legalábbis reméljük. Az adás véget ért, a lányok ajándékot kaptak, és örülnek neki vala. István, megint nagyon nagy vonalú voltál. Hát azért nem. Köszönjük szépen. De,
most már ugye az elmúlt hónap gyakorlata alapján ismét egy cicus. Jaj, nagyon helyes. Mutatom a nézőknek, de most még kaptunk egy ilyen illatos. Nagyon jó. Néz. És nagyon jó illata van. A tiédnek tűrútia van? Nézd, mi menő. Muti? Nagyon helyes. Most a tiéd a fiú. Igen, most az enyém a fiú, és ez pedig milyen illat. Annyira örülök, hogy érzem az illatát. Ó. Több okból is. Köszönjük szépen. És köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha tetszett, amit láttak, tegyenek így legközelebb is. Viszlát. Viszlát. A műsor támogatója Magyarország első új autó webáruháza, az onlineautó.hu. Támogatunk az Avis autókölcsönző. Autót bérelni is lehet, nem csak vásárolni. A műsor támogatója a Karcálló Raptor festék forgalmazója. Támogatunk a Hybrid Suzuki otthona. Suzuki Barta, a garancia. A műsor támogatója a Lumár autó és épületfóliák. Új SsangYong Korando. A műsor támogatója a Fabian autó. Thank you.